Az öt gyermek és a homok tündér. Öt gyermek utazott vidékre, akik életükben először hagyták maguk mögött London poros és száraz utcáit. Amint beszívták a friss vidéki levegőt, bámulták a buja dombokat és hegyeket, a csinos, virágos kertekkel övezett házakat, apró szívük megtelt várakozással és kalandvágyjal. Megjöttünk, gyerekek! Annyira szép ez a ház! Hát, nincs vele baj. A lányok bármiért oda vannak. Inkább visszamennél Londonba, Cyril? Ugyan. Na, tedd magad hasznossá. Igazi móka volt a kipakolás és a ház berendezése, ami gyönyörű erdőkre és gyümölcsfákra nézett. A gyerekek piknikeztek a fák között, és mindenki élvezte a napsütést a hatalmas kertben. Egy nap... Levelek! Andrea, ez neked jött, drágám. Istenem! Gyerekek! A nagymamátok nincs jól. Odautazom és ápolom, amíg jobban nem lesz. Én pedig megyek a városba dolgozni. Akkor mindketten elmegyünk? Minden rendben lesz, anya. Márta és a szakács itt lesz. Nem kell aggódnotok. Így hát az anya és az apa pár napra elutazott. Mi lenne, ha ásnánk a kavicsgödörnél? Mi? Igen, gyertek! Lehet, hogy Ausztráliában kötünk ki. Jane, Ausztrália nagyon... Menjünk! A gyerekek fogták az ásót, és ásni kezdtek a kavicsgödörnél. Hirtelen... Hű, mi történt? Elérted Ausztráliát? Van valami a gödörben? Mi? Oda néz! Na, rájöttél? Mit akarsz? Ki? Mi vagy te? Nem hallottatok a homok tündérekről? Itt éltünk a földön sok évszázaddal ezelőtt, a tengerparton. Apa mondta is, hogy ezen a helyen réges-régen tengerpart volt. Nézzétek, nem szeretem a napot és az esőt, tehát ha elmondjátok, mit akartok, megoldhatom. Mint egy kívánságot? Milyen okos, igen. Vigyázzatok, akármit is kértek, csak napnyugtáig tart majd, tehát... Jó, akkor legyünk mindannyian egyszerűen ragyogóan szépek. Jó. Ez elég butaság volt. Te ki vagy? Csak a hangodról ismerlek fel, Cyril. Kösz, te vagy az? És Robert? És Antea? Mindenki máshogy néz ki. Ragyogóan szépek vagyunk. Nézd, mibe húztál bele minket. A gyerekek elfáradtak a sokásástól, és hazamentek ebédelni. Amikor beléptek a kertbe, a kertész meglátta őket. Hé, hey, mit gondoltok? Hová mentek? Henry! Márta! Márta asszony! Ezek a gyerekek be akarnak jönni, mintha evék lenne a ház. De hát ez a miénk! Elég! Menjetek rögtön kifelé, vagy hívom a rendőrséget. Na, mi lesz? Kifelé! A gyerekeknek az erdőben kellett tölteniük a nap további részét. Fáradtak voltak, éhesek és féltek. Milyen lenne, ha soha nem kapnánk vissza az arcunkat? Anya és apa soha nem ismerne fel minket. Nagyon-nagyon buta kívánság volna, Antea. Mi értelme ragyogóan szépnek lenni, ha az ember fáradt és éhes? Nincs otthona, mert a sajátjai elüldözték. Nagyon sajnálom. Nézzétek, megy le a nap. A nap lement, és akkor hirtelen... Robert, te már olyan nagy vagy, mint a mi Robertünk. És Antea, te az eredeti Antea vagy. Jane, te pedig tényleg a hugunk vagy.
Te pedig Cyril vagy. A gyerekek boldogan tértek haza, mert visszakapták saját, nem ragyogóan szép külsejüket. De micsoda szidást kaptak Mártától, amiért egész nap távol voltak. A szépség nem is olyan hasznos. A következő napon a gyerekek azt hitték, talán az egész csak egy álom volt. De hamar rájöttek, hogy nem. Jól van, kimehettek játszani, de vissza kell jönnötök, még napnyugta előtt. Bár csak megtalálnám azokat a semmire kellőket, akik ragyogóan néztek ki, te megpróbáltak tegnap bejönni ide. Hát, akkor nem álom volt. Valamit ma is kérnünk kell a homoktündértől. Jaj, megint ti vagytok. Kívánjatok valamit, és hagyjatok békén. Két kívánságot szeretnénk, ha lehet. Please? Tényleg? Na, jó. Mégis mit? Először is azt szeretnénk, hogy a szolgálók a házunkban ne láthassák a kívánságainkat. Nagyon kellemetlen, ha látják. Kész. És még? Sok-sok pénz. Sok-sok arany. Legyünk olyan gazdagok, mint a királyok. Még mindig ugyanaz a butaság. Menjetek arrébb a gödörtől. A homoktündér felfújta magát, kidurrant, és mennyi arany lett ott. Úgy csillogott a napfényben, hogy a gyerekek alig tudtak ránézni. Telerakták a zsebeiket, és aranyat aggattak magukra, ahová csak lehetett. Elmehetünk kocsival Rochesterbe, hogy ott költsük el a pénzt. Figyeljetek! Vegyünk mindenkinek egy pónit. Az arany nehéz. Tegyünk ki valamennyi érmét. Nem is kell ilyen sok. Jó ötlet! Innen tudunk kocsit szerezni. Uram! Várj, majd én beszélek. Figyelj, mi jut erről eszedbe? Ó, milyen gyönyörű! Az enyém, de neked adhatom, ha elviszel minket Rochesterbe a kocsiddal. Nagyon jól mutatna a dobozkámban. Vagy csinálhatnék belőle egy medált, és a nyakamban hordanám. Olyan lennék, mint egy kalóz. Várj! Miről beszélgetnek? Hogy elvisznek minket Rochesterbe. Ó, így is lett. És micsoda öröm volt a lovaskocsi mutatni a városban. Mindegyik gyerek eltervezte, mi mindent vesz majd a pénzből. Végre... Oda is értek. Menjünk sorjában. Szerezzünk innivalót... limonádét? Annyira meleg van. Igen, kérek. Jó napot! Limonádét szeretnék. Köszönöm. Ez meg mi? Egy eredeti gini. Nem kérek vissza. Eredeti? Nézd, fiam, nekem nem kell a te hamis aranyad, jó? Na, adjál csak igazi pénzt. De én mondom, hogy... Rendben van. A saját pénzemből kellett kifizetnem. Ennyit arról, hogy milliómosok vagyunk. Majd Anteával megpróbáljuk. Nézd, milyen szép ruhák! Úgy szeretnék egy rózsaszín kalapot. Mennyibe kerülnek a kalapok? Mind nagyon drága, kis hölgy. Van pénzünk, látja? Hol vannak a szüleitek? Elmentek, de ez tényleg igazi arany. Elég. Kérem, menjetek el. Nem akarok erőszakos lenni. A gyerekek fáradtak voltak és éhesek.
de a sok arannyal semmit sem tudtak kifizetni. Menjünk már haza! Cyril, te pónit akartál venni mindenkinek. Antea, neked elment az eszed? Gyertek! A póni drága dolog. El kell fogadniuk az aranyunkat. Így hát a gyerekek elmentek a póniárushoz. És kértek egy-egy pónit. Az árus először nevetett, de aztán... De hát van pénzünk, látja? Na, zárjuk be az ajtót, és hívjuk a rendőrséget. Ne, várjon! Gyerünk! Az ilyen veszélyes gyerekeket be kell zárni! A rendőrök megérkeztek. És a szegény, pardon, gazdag gyerekeket bevitték a rendőrségre. Amikor hirtelen... Vigyázzatok már! Jaj! Ti meg mit csináltok itt mindannyian? Hölgyem, ismeri őket, ők tolvajok. Nézze, mennyi pénzt hoztak magukkal. Milyen pénzt? Nem látja? Mégis miről beszél? Azt kértük a tündértől, hogy a szolgálók ne vegyék észre a kívánságainkat, Márta ezért nem látja a pénzt. Nos, ők tökéletesen jó gyerekek, egy tökéletesen tiszteletre méltó családból. Hogy meri őket lopással vádolni? Uram, ezt mind a gyerekeknél találtuk. De mit? Uram, a pénz... Hová lett a pénz? Én mondom, uram, hogy itt volt, né? Sajnálom, hölgyem, a gyerekek elmehetnek. Mit gondoltatok? Olyan messze elmentetek a városba? Szobafogságot kaptok, amíg a szüleitek haza nem érnek. Nagyon-nagyon sajnáljuk, Márta. Soha többé nem csinálunk ilyet. De kérünk, engedj ki minket csak egy órára holnap, lehet? Büntetésből a nap legmelegebb órájában, jó? Hát jó. Menjetek reggel, amikor a nap még nem jár magasan. Köszönjük, Márta, és köszönjük, hogy ma kimentettél minket. Minek akartok kimenni egy órára? Tudnunk kell, hogy a kocsis fiú pénze eltűnt a naplementekor. Ha igen, akkor a saját pénzünkkel ki kell fizetnünk a kocsi utat Rochesterbe. Persze, de jó, hogy gondoltál erre. Reggel, amikor a gyerekek a kocsis felé tartottak, találkoztak a fiúval. És még mindig megvolt a ginie, amit büszkén viselt. Annyira örülök, hogy a ginie még megvan. Mennyi arany volt, és mégiscsak a saját pénzünkkel tudtunk fizetni. Milyen kár? Van olyan kívánság, ami tényleg élvezetes? Hát, a kívánságok nem sültek el túl jól. És lehet, hogy a gyerekeknek meg kell tanulniuk megfelelő dolgokat kívánni. Ti mit gondoltok?